Brassó lehet Románia első energiafüggetlen városa, annak a fotovoltaikus parknak a megépítésével, amely Európában egyedülálló módon egy egész város energiaigényének 90%-át elégítheti ki. A napelemrendszert a Brassótól mintegy 10 kilométerre fekvő Mékertekben 35 hektáros területen építik meg. Bár Brassóban már elektromos és hibrid buszok szolgáltatják a tömegközlekedést, földrajzi elhelyezkedése miatt még mindig az egyik legszennyezettebb városnak számít Románia szerte. Többek között ezért is vállalta Brassó város vezetése még 2021-ben, hogy 10 év alatt 55%-kal csökkentik a széndioxid kibocsátást, és 2050-re klímasemleges várossá válnak. Ennek a folyamatnak lesz az egyik jelentős állomása, annak a fotovoltaikus parknak a létrehozása, amelyet Brassó külvárosában létesítenek. Itt a Mékertek városrészben épül fel majd az a napelempark, mely a középületek energiaellátásához és a közvilágításhoz szükséges energia 90%-át lesz képes előállítani. A terv szerint 30.770 napelemet szerelnek fel majd itt 40 millió lejes uniós támogatásból. A parkban megtermelt energia nem csak az oktatási intézeteket és a középületeket látja majd el, de például a Brassó poljánai sípálya műhavát is ezzel az árammal állítják majd elő. Az építkezés összköltségvetése 108 millió lej, amelynek 55%-át saját forrásból állja Brassó. Ezt a döntést a decemberi tanácsülésen szavazták meg az önkormányzati képviselők. Ezzel a fotovoltaikus parkkal, illetve az ezzel párhuzamosan a tanügyi intézményekre felszerelt, 27 tanügyi intézményre felszerelt fotovoltaikus teleppel biztosítani tudjuk majd azt, hogy a városi igényeknek a 90%-át lefedjük. A szakemberek szerint a napelempark működése az első évben a mai energiaárak mellett 1 millió lejt meghaladó megtakarítást eredményezne a helyi költségvetésben, a széndioxid kibocsátás pedig közel 900 000 tonnával csökkenne.